maratont. Köszönjük, hogy itt lehetünk a műhelyedbe, és hogy itt fogadtál minket. Mesélj egy kicsit arról, hogy, mert ugye a fának illata van, tehát azért a fa illatát, ha valaki elég korán megízleli, nem igazán tud tőle szabadulni. Hogyan kezdődött ez a fa iránti szeretet? Hát ez igazából itt kezdődött Bicskén. Édesapámnak volt ez odahaza Erdélyben a foglalkozása, a hobbija tulajdonképpen, és amikor átjöttünk Magyarországra, akkor ebből élünk azóta is, és mindig is közel voltam a fához, a műhelyhez. Aztán azt mondta apu, hogy kéne valami mást is tanulnom. És elindultam a rádió-tv műszerészet irányába, azt kitanultam, akkor volt egy elektronikai technikus végzettségem, és csak visszakanyarodtam a műhelybe, és ahogy legyen a fa megmunkálásban is valami végzettségem, ezért elmentem Sopronba a Faipar Egyetemre, és ott elvégeztem egy üzemmérnöki szakon egy diplomát. Mikor ugye beléptem, és illetve az imént beszélgettünk arról, hogy te nem asztalos vagy, se fa műves. Ugye ezt a szakmát így nagyon nehéz behatárolni, de hát ugye minden nap szinte itt a fával te csodát teszel. Beszéljünk arról, mi volt a legelső alkotás, amire büszke vagy? Volt egy legelső alkotás, az egy hordó vége volt. Ott volt egy kicsi kihívás is, mert mindjárt volt egy, ráadásul egy szarvasaggancs is került le a bor mellé. Aztán az első nagyobb munkám az egy székelykapu volt. Az itt is van a falon, amely meg tudom mutatni a fényképét. Hát ez volt az első nagy falat, az biztos. Azóta sok minden történt már, ennek már 10 événél is több. Tehát ezt nem is tudom, hogy mikor vettem át aputól a vállalkozást. 2006-ban végeztem Sopronba. 6, 7, 8 körül. Igen. A családotok ugye Székelyföldről származik, beszéltünk itt arról a székelykapu. Sok embert érdekel ez ugye a népi hagyományok, illetve előírások alapján, hogy hány nap ennek az előállítási ideje, és mennyi fát használnak fel ilyenkor az alkotók? Hát az előállítási ideje az, épp olvastam egy ilyen szakkönyvbe, hogy annak idején 40 napot szántak egy kapura. Most nyilván ez sok mindentől függ, mert az alapanyag előkészítés az sokkal több időt vesz igénybe, mert annak elviekben száradni kell. Tehát egy székelykapu rendelés az majdnem évekkel megelőzi a kivitelezés, ha be akarjuk tartani a szabályokat. Azt, hogy te milyen faanyagokkal, milyen típusú fákkal dolgozol, ezt teljes egészében te választod ki. Vannak gondolom olyanok, amik keményebb, puhák fák, de itt a megrendelések alapján mi az, amivel így napi szinten dolgozol? Hát nekem elsősorban tölgyfa. Tehát én azt nagyon szeretem, mert megbízható, kiismertem már. Például ide tenném az, hogy az akácfa az olyan, mint a... Tehát az nem megbízható anyag. Elvágom is, ott van, ahol nem kéne, és elgörbül, és nagyon erős szálirányú van. Tehát az akác abszolút nem bútornak való, nem faragni való, de ez az ellenpélda arra, hogy a tölgyfa viszont pont az ellenkezője, mert nagyon szép struktúrája van, szép, fényes felületek vannak a véső nyomok után, és méltósága van a fának, tehát a bútort azt tölgyfából szoktam csinálni, hogyha valami konkrét más igény nincsen, mert egy cseresznyefa, diófa, ezek is mind szóba jöhetnek, de az már inkább kisebb dísztárgyak, vagy
tölgyfa az, amit én igazából szeretek. Mondd el, hogy itt 150 fajta véső közül melyik mire használod? Hát van a két alapvető véső, a 60 fokos és a 90 fokos. Ezek ugye a Catch Club vésőnek is hívják. Ez már nagyon sokat önt a kezembe. Tehát ezzel megyünk körbe a motivumoknak a szélén. Tehát amikor a le van rajzolva a minta, ugye először megtervezzük papíron a mintát, az átmegy indigóval a fára, és akkor lesz egy vonalrajz, és akkor ezzel a vésővel elindulok a vonal körvonal. Igen, csak ugye ennek is szélessége van. Uh-huh. Már a nyomának is már megvan 3-4 mm, attól függ, milyen mélyre megyek be. Tehát az egyik szélén indulok el a vonalnak. És ezeket mind figyelembe kell venni rajzoláskor, hogy legyen hely, hol elfordulni, ne érjenek túl össze, mert akkor egyik-másik virágból ki kell csípnem ahhoz, hogy... És elő is fordul, hogy menet közben is módosítok egy picit, mert úgy kéri, hogy elférjen. Na, akkor... A 90 fokos, hát ez most fogom majd használni a kopjafánál, ezzel ütöm ki a közepét a csillagnak, akkor van az enyhén íves véső, ez nagyon-nagyon picit ível, ezzel szépen lehet felületet pucolni, mert a sarka nem ér le. Mert a teljesen egyenes véső, az ugye csak ott használhatom, ahol a két sarok nincsen. Igen. De nem karcol, tehát igen. Akkor van hegyesebb, ez azt hiszem 30 fokos, pici motivumocskák, virágocskák, stb. Ez is levélindák, ez ilyen 120 fokos. Ez még nem sokat volt használva. Tehát mind szinte a motivumokhoz egyedi szerszámot kell használnod. Igen, és ha valami olyan van, hogy pont nem férek hozzá, akkor köszörű, és csinálunk valamit. Uh-huh. Tehát vannak ezek a görbítettek, ezekkel például a motivumok indáinak a vonalát. De most mutatok majd mindjárt egy legömbölyítem a motivum szárát, vagy igen, tehát a virág indát tulajdonképpen. Nagy holkervéső, kivesszük a tulipánon a közepét. ez mind ilyesmik, ez már egy kicsit ilyen szobrászvéső, de ez szintén. Jó. Igen, pici-pici holkev, ez nagyon szép feliratokat lehet ezzel csinálni. Ez nagyon feliratot valaminek a hátuljára, és akkor ilyen, például a hivatalban a neveket azt hiszem ezzel véstem föl a falra. Ja, hogy te vagy a díszpolgároknak a... falának a készítője. Aha. Nagyon jó. Mennyi? 250. 250? Akkor a szabvány miért ötökök jelne? 1 méter, hogy mondjam, 2,5 méteres fából, 2 méter körül 190-180 a föld fölötti rész, és 15x15-ös keresztmetszet. Ez egy alapkopjafa. És akkor hogy kerülnek rá a motivumok, illetve a díszítő elemek? Ezen van 4 fő motivum, nyakrész csúcsmotívum, ez még nincsen kész. Általában vagy férfi, vagy női, nyilván. Ennek konkrétan nincsen semmi ilyen irányú jelentése, ugyanis ezzel mondtam, ez egy templom udvarra kerül. Hát ezeknek a jelentése, ez egy nagy csillag, azaz dupla csillag, darásfészek neve is van, ez egy nagyon jellegzetes, igazság szerint a következő is nagyon jellegzetes a mi vidékünkön.
A motivumokról annyit kell tudni még, hogy tájegységfüggő a jelentése. Tehát van, ezért is nincsen konkrét leírás sehol, mert a szomszéd két faluval odébb már egy picit mást is jelent. Tehát ez tipikusan az udvarhelyi széki mintákat faragjuk mi. Akkor ő a keresztény szellemiség, a kereszt, tehát ez egy katolikus udvarra kerül, ha igaz. Akkor a lámpás motívum, ez a világítás, a tudásátadás, tanult ember jelentése, motívuma. És a tulipán. Hát jelen esetben a tulipán az talán a híveket szimbolizálhatná, de egyébként a tulipán az a női motivum, a termékenység. Tehát a női kopjafa az tulipánból indul, és tulipánba is végződhet. És akkor a csúcsonnak mi lesz? A csúcson jelen esetben egy fáklyaszerű négy, a három ágú egy ilyen fáklya világító lesz ennek a tetején. De lehet a nagy csillag, amit a másik kopjafán meg tudok mutatni, vagy reformátusoknak, református gömb, vagy van a föld motívum, azt szintén a másikon meg fogom tudni mutatni. Az a munkájában elismert ember, meg a gazdagság szimbóluma. Ez is egy magán udvarra kerül, ez nap és a hold. Itt van a nagy csillag, amiről beszéltem a túlsó műhelyben. Ez a láng fákja, ami lesz a másik végén. Akkor ugyanaz a nagy csillag. Megint itt a föld motívum, a munkájában elismert ember, nap. Ez egy elválasztó kis díszes gallér. Ez olyankor fordul elő, amikor egy kopjafán egy házaspárt jelenítünk meg, és akkor egy elválasztás, tehát alul a nő, fölül a férfi, vagy fordítva, tehát itt van a női tulipán, amiből kiindul a női kopjafa. Ezek az elválasztók, ezek tulajdonképpen csak mint a elválasztó határoló gyűrük. A női kopjafát szoktam még karcsúra. Tehát, hogy ez egyenes nyakkal, ez pedig karcsúsított nyakkal. Hogy találkozik a megrendelő, illetve a kivitelezőnek a véleménye, mert ugye ez egy nagyon fontos, hogy nálatok a tervezés, ugye elsősorban elkezdesz rajzolni legalább egy skiccet vagy egy formát, hogy mit is tudsz megvalósítani, és ugye nem utolsó sorban, te mindent manuálisan, illetve a munka nagy részét manuálisan végzed, tehát a te kezedben még vannak olyan eszközök, amely egy ilyen faipari műhelyben megtalálható. Hát az első lépés mindig az a megkeresés után, hogy elmegyek a helyszínre. Ott általában van egy valamilyen szintű elképzelés, hogy mit akarnak, és akkor ezt próbáljuk összehozni, hogy én mit tudok, ő meg mit szeretne. És akkor rajzolunk igazából egy egyszerű skiccet, amin magasságok, szélességek már megvannak. Hány fiók, hogy szeretné, hogy kinézzen, ezt nagyjából lerajzolom én ott mindjárt a helyszínen egy papírra, és akkor annak alapján vissza az irodába, itt rajztáblán méretarányosan megrajzolom az egészet újra. Mekkora a méretarány? Egy a tízhez, tehát a centi az a milliméter a centi. Így van, így van. És hát ugyanis férek, tehát kerítéseknél fordul elő, hogy meg kell még feleznem, tehát akkor, mert nem fér ki egy 30 méteres front, akkor megfelezem a centit is, fél centire, és akkor így lesz. Na és akkor ott én a tervezés közben már
már úgy rajzolom, hogy már tudom, hogy hogy fogom csinálni. Mérnöki munkaként? Ezt ugye Sopronban tanultuk, mi ezt még számítógépben is tanultuk, és próbáltam is még annak az elején, amikor Aputól indultam, hogy gépbe tervezzek. De aztán adott volt a rajztábla, a ceruza, a radír. és nem akkora volumenű dolgokról beszélünk, hogy sorozatgyártás, vagy... Igen. Tehát, és nincs is értelme egy... Hát egy konyhabútor az a legbonyolultabb, ami elvileg szóba jöhet, hát volt már azért cifrább is, de tehát maradtam a ceruza vonalzónál, és a rajztábla. Tehát az a hagyományos mérnöki rajztábla, ahol van egy ilyen a műhely az irodában, és akkor azon elkészül ez a rajz, tulajdonképpen műszaki rajz, hát látványrajzszerű műszaki rajz, de ezen már látjuk az arányokat, van, hogy amit elképzel a kliens, már nem fér ki, mert igen. Mosogatógép, stb. Egyszerűen nem marad a 20 centinek a fiók a végére. És akkor már kialakulnak a díszítendő felületek, hogy hová mi fér föl, milyen motivumok férhetnek föl, stb. És akkor mind erre tudok én egy árajánlatot adni. Igen.